Jó estét kívánok! Én Enyedi Zsolt vagyok, a CEU rektor helyettese. Itt van velünk Michael Ignatyev is, az egyetem rektora, és az ő nevében is üdvözlöm Önöket a Határtalan Tudás nyitó rendezvényén. Ebben a sorozatban a magyar szellemi élet és a magyar civil társadalom szereplőivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet az egyetemeken zajló kutatásokat felhasználni arra, hogy az életünket és a környezetünket jobbá tegyük. Amikor ezt a sorozatot elterveztük, abból indultunk ki, hogy a tudás senkinek sem lehet a privilégiuma, még az egyetemeké sem. A tudáshoz mindenkinek joga van. Azért döntöttünk úgy, hogy az első alkalmat ennek a témának, az éghajlatváltozásnak szenteljük, mert azt gondoljuk, hogy ez az emberiség előtt álló legnagyobb kihívás. A sorozat házigazdája László Flóra lesz, a CEU Társadalmi Felelősség Irodájának a vezetője. És én most átadom neki a mikrofont, és önöknek pedig azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, és jöjjenek el a sorozat többi eseményére is. Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit, és az iránti nagyon jó érzésemet szeretném kifejezni, hogy több éve szervezek már jó magam is, és kollégáim is különböző tudományos és kulturális rendezvényeket, eseményeket itt a CEU-n, de nagyon-nagyon jó érzés volt most, hogy amikor néztük a regisztráltak listáját, akkor mondjuk egy ilyen 8-10 név kivétellel csupa magyar nevet láttunk, és ez szuper volt érezni, úgyhogy köszönjük, hogy eljöttek, és részt vesznek ebben az együtt gondolkodásba velünk, mert ahogy a rektor helyettes úr Zsolt is említette, a célja ennek a Határtalan Tudás eseménysorozatnak az, hogy különböző olyan témákat találjunk, és arra adjunk lehetőséget itt a CEU színpadán, hogy az aktuális és fontos témákról együtt, önökkel együtt tudjunk beszélgetni és gondolkodni. A ma este témája, hogy azt hallhatták és tudják is, a klímaváltozás lesz. Három előadót köszöntünk körünkben ma este. Elsőként Ürge-Vorsatz Diana, a CEU környezettudományi és környezetpolitikai tanszékének oktatója előadását hallhatják. Utána Körösi Csaba, a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntarthatóság igazgatóságának vezetőjét köszöntjük, és harmadiként pedig Nagy Réka, az Ökoanyu.blog szerzője koreferátumát hallhatjuk majd. Ürge-Vorsatz Diana amellett, hogy egyetemünk professzora, a Nobel békedíjas éghajlatváltozási kormányközi testület, az IPCC mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke is. Nemzetközileg elismert klímakutató, számos publikációt tudhat maga mögött. Többek között a Nature magazinban jelent meg cikke a közelmúltban a fenntartható építészettel kapcsolatban. Két bolygó beszélget. Hogy vagy? Fú, te borzalmasan. Na mi van? Hú, képzeld, homo sapiensen van. Hú, hát ez tényleg borzalmas, hát látszik is rajtad. De ne aggódj, nekem is volt, és kérdezd, hamar elmúlik. Na most ezért jöttünk ide ma este, hogy egy kicsit arról beszélgessünk, hogy elmúlik-e, ha nem is a homo sapiens, de ez a civilizáció, amit csak pár ezer éve tudhatunk magunkénak, míg a Föld történelme ugye több száz millió vagy akár milliárd évre nyúlik vissza. Hiszen folyamatosan vágjuk magunk alatt a fát, és ebből az egyik fáról fogunk ma este beszélni, az éghajlatváltozásról. 2018 volt Magyarországon is a valahamiért legmelegebb év. Sőt, az elmúlt 10 legmelegebb év közül 8 volt ebben az évszázadban. Ez világon is tendencia, hiszen a következő térképen azt fogják látni, hogy ugye mindig változik a hőmérséklet, kicsit hidegebb, kicsit melegebb van, most is éppen kicsit hidegebb van, úgyhogy nem is nagyon hálás dolog, hogy pont most beszélek önöknek a globális felmelegedésről, lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy milyen jó lenne, hogy kicsit melegebb lenne. Amit kékkel látnak az, amikor az 50-es évek átlagánál hidegebb a hőmérséklet, és amikor a meleg színeket látják, ott melegebb. Nem nagyon látszanak az évek, de itt az előző évszázad kezdete óta mostanáig látják lejátszani ezt a kis filmet, és amit látnak, hogy bizony nagyon pirosan fejeződött be, és az 50-es évek, vagyis hát inkább az utóbbi egy-két évtizedben nagyon durván bepirosodott ez az egész térkép. Tehát akinek még egy kicsit úgy gondolkodott azon, hogy most van-e éghajlatváltozás, vagy nincs, azt hiszem, hogy ebből a kis filmből egész egyértelműen látszik.
Igen, máig körülbelül egy fokkal melegedett a globális átlaghőmérséklet. Sajnos az látszik, hogy a mi régiónkban ez az egy fok is már most olyan másfél-két fokos melegedést jelent. De sokan joggal megkérdezhetik, hogy most ezért az egy fokért jöttem ide? Tényleg most érdemes volt? Hiszen azt észre se vesszük, igaz, ha tegnap egy fokkal hidegebb van vagy melegebb, nem tudja ezt az emberi szervezet ki a külső hőmérsékletet igazán észrevenni. De több miatt baj ez az egy fok is már. Az egyik, amit meg fogok mutatni részben, hogy ez is már olyan szélsőséges időjárási jelenségeket produkál, amik már most is nagyon nagy hatással vannak ránk. A másik probléma, hogy olyan ez a dolog egy kicsit az emberi, a társadalmi, civilizációs szervezetek egy kicsit olyan, mint az emberi szervezet. Ugye mi is, hogyha egy fokkal melegebb a hőmérsékletünk, akkor még nincs nagy baj, de azért már hőemelkedést nem szeretjük, már nem érezzük olyan jól magunkat. Ha 2-3 fokkal fölmegy, akkor már lázasak vagyunk, bizony betegek vagyunk, már nem tudunk dolgozni. Ha viszont több fokkal fölmegy a hőmérsékletünk, akár az életünkbe is kerülhet. Én azt állítom, hogy a társadalmi civilizációs szervezetek is ugyanilyenek. Nagyon pontosan vannak behangolva egy adott hőmérsékletre és egy adott klímára. Nézzük meg például, hogy ez az egyfokos emelkedés, ez Budapesten mit jelent például a hőségnapok szempontjából. Amit látunk, hogy a múlt évszázadban még alig volt egy pár hőségnap egy nyáron. Mit jelent az, hogy hőségnap? Az, hogy átlag hőmérséklet 27 fok fölött van. Azért baj ez, mert amikor éjszaka sem megy le a hőmérséklet olyan 22-25 fok alá, nem tud a szervezet regenerálódni, tehát hosszú távon ez már bizony jelentős egészségügyi károkkal jár. Nézzük meg, hogy csak ez az egyfokos globális átlaghőmérséklet emelkedés mit jelentett Budapesten a hőségnapok szempontjából. Azt látjuk, hogy az utóbbi pár évben, különösen már ebben az évtizedben szinte egy egész álló hónap hőségnapos volt, vagyis hőhullámos volt, míg ez egészen máshogy volt mondjuk az előző évszázad kezdetén. Na most, igen, a többi időjárási szélsőség, a meleggel kapcsolatos szélsőségek gyakoribbá válnak és intenzívebbé, a hidegek meg egyre ritkábbakká, de ugye bizonyára önök is hallottak nemrég azokról a tweetekről, amik azt kérdezték, hogy na hol az a globális felmelegedés, amikor itt mínusz 46 fok van, kérem. Igen, ezt is mostanában kezdi a tudomány bebizonyítani, hogy érdekes módon annak ellenére, hogy melegedik az éghajlat, sőt a téli hónapok hőmérséklete is melegedik, mégis a hideg szélsőségek is egy kicsit néha gyakoribbá válhatnak. Ugye ez volt a sorozatnak a hirdetése, például emlékszünk egy a pár évvel ezelőtti májusi hóra, most ugye az Alpokban olyan hatalmas lavinák voltak, és olyan sok hó esett, ezt a fényképet vasárnap csináltam, ez egy ilyen jó kétméteres turista oszlop, és az Egyesült Államokban még mínusz 46 fokokat is mértek. Hogy fér ez össze a globális felmelegedéssel? Hát úgy fér össze, hogy sajnos az északi sarki jeget nagyon erősen olvasztjuk. 40 év alatt, és most engedjenek nekem meg egy kicsi női tudományos kerekítést, mondjuk az én életem alatt már az északi sarki jégnek a háromnegyede elolvadt. Most ez egy kicsit drasztikus, hogyha összehasonlítjuk a sok százmillió évvel, amióta ez ott van. Na most amiatt, hogy ez annyival kisebb, megzavarja azt a poláris ciklont, ami az északi sark fölött kering, és amit a futó áramlás, a sarki futó áramlás tart bezárva, mint egy sapkában. És amiatt, hogy ez a sarki futóáramlás, emiatt a hőmérséklet különbségek csökkenése miatt gyengül egyre gyakrabban. A következő történik, ott látjuk ez a poláris ciklon, és ez egyre gyakrabban legyengül, akár ketté vagy három felé oszlik, hiszen a jet stream, vagyis ez a futóáramlás megengedi, hogy lejjebb jönjön, és oda megy az észak-amerikai vagy az európai kontinens fölé, és ott egy ideig dekkol. Most pontosan ezt láttuk ugye most az Egyesült Államokban, vagy Észak-Amerikában, ugyanúgy Európában korábban idén, meg tavaly is. De hát miért probléma? Azt értjük, hogy extrém időjárási jelenségek lesznek, de még mindig azt gondolhatjuk, hogy hát jó, ez akkor is majd az unokáink problémája, meg hát a jeges macik ott északon. Nem, ez már most, és a mi életünket is jelentősen befolyásolja, egy-egy szélsőséges időjárási esemény
akár egy országnak az éves nemzeti össztermékének 10-15%-át is elveheti, és évente több ilyen van több országban. Közöttünk is rendszeresen szedi az áldozatait a globális felmelegedés, hiszen egy-egy ilyen hőhullámos nap alatt, amit mutattam az előzőekben, 15-30%-kal megtövekedik Magyarországon a halálozás, ezt könnyen összeszorozhatjuk és megkaphatjuk, hogy évente több száz, akár ezer áldozatot is szed körülöttünk a globális felmelegedés. De egy karácsonykor beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ő mindig csak egy dolgot hoz föl, hogy mindenki rájöjjön, hogy mennyire undorító dolog ez a globális felmelegedés, a poloskákat. Úgyhogy gondoltam, hogy mivel nincs sok időm, itt a rendezőség már nagyon szigorúan néz rám, túl sok problémáról beszélni, gondoltam, hogy csak ezt megmutatom, hogy mi köze a poloskáknak, a poloska inváziónak a globális felmelegedéshez. Hát az a probléma, hogy ahogy melegedik az éghajlat, a fajok vagy szegények kihalnak, vagy északra vándorolnak, és sajnos Magyarország ilyen szempontból az egyik legsérülékenyebb. A helyüket valami betölti, hát általában azok a dolgok töltik be, amik nagyon könnyen alkalmazkodóak, ezek általában özönnövények vagy invazív fajok. Sajnos ezek nagyon gyakran, mivel hirtelen nagyon sok lesz belőlük, nagyon sokszor különböző betegségeket terjesztenek. Például az allergia gyakorisága Magyarországon a rendszerváltozás óta meg többszöröződött, akár meg is ötszöröződhetett is körülbelül. Ugyanúgy a kullancs által terjesztett Lyme-kor az 2 évtizeden belül körülbelül meg háromszorozódott. Én is tavaly nyáron kaptam Lyme-kor, pedig előtte több száz kullancs volt bennem, mivel tájfutó vagyok, ugyanúgy a kisfiam is tavaly nyáron kapta ezt a betegséget. Ezen kívül még akár az például a tigris szúnyog és az egyéb vektorok, azok akár trópusi betegségeket is behozhatnak, sőt, be fognak hozni. 2 vagy 3 hete megdöbbentem, bukkantam erre a térképre. Ez az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek az előrejelzés a nyugat-nílusi láz elterjedéséről, és amint látják, 2025-re, ami gyakorlatilag holnap van, egész Európában, Szerbia után, Magyarországon jelezik előre, hogy a legelterjedtebb lesz a nyugat-nílusi láz. Na most jó, de sokan önök közül azért ott hátul azért biztos motoszkál az a gondolat, hogy jó, rendben van, van éghajlatváltozás, meg vagyunk győzve, na de hát mindig volt éghajlatváltozás, mindig lesz éghajlatváltozás, hogy most honnan tudjuk, hogy pont ez az éghajlatváltozásban mi, ki a hibás igazából. Igen, csináljunk egy gondolatkísérletet, illetve nem csak gondolatkísérletet, mert ezt a tudósok megcsinálták, hogy most már nagyon jók az éghajlati modellek, belepakoltak mindent, ami az éghajlatot befolyásolja, nem tudom, hogy tudnak-e mondani pár ilyen dolgot, például mondjuk a napföldtávolság, például a keringésnek a rendszertelensége, például a naptevékenységek, például a vulkántevékenységek. Ha ezt mind-mind belepakoljuk egy éghajlati modellbe, akkor a kék vonal szerint, vagy a kék sáv szerint kellett volna az utóbbi kb. 100 évben alakulnia a hőmérsékletnek. Majd meglátják, hogy ez inkább úgy tűnik, hogy inkább most egy kis jégkorszakban kellene lennünk. Amennyiben belerakjuk viszont az emberi hatást, vagyis a széndioxid és az üvegházhatású gázokat is, a rózsaszín sáv jön ki az éghajlati modellek alapján, és a fekete vonal azt mutatja, hogy mi volt a valóság. Tehát jelen pillanatban az éghajlati tendenciákat nem tudjuk csak a természetes folyamatokkal megmagyarázni, tehát egyértelműen a mostani melegedésben a legfőbb ludas az ember, hiszen most inkább hűlne egy kicsit az éghajlat. De nem csak az a baj, hogy melegítjük az éghajlatot, hanem azt is, hogy milyen gyorsan. A léptékről is van szó. A következő ábrán, amit látnak, most már elárultam, hogy a széndioxidnak és az üvegházhatású gázok a felelősek ezért a dologért, hiszen ezek mint az igazi üvegházban, ahogy januárban is tudunk paradicsomot termelni, csapdába ejtik a nagy energiáját. Na most nézzük meg, hogy hogyan változott az előző földtörténeti 500 milliárd év alatt a Földnek a széndioxid koncentrációja. Hát ez időnként fölment, lement, egy bizonyos sávban változott. Ugyanúgy nézzük meg a metán koncentrációját, ezt is ugye látjuk, hogy ugyanúgy föllement. Eléggé összefügg a kettő, vagy eléggé hasonló a kettő. Az az érdekes, hogyha megnézzük a hőmérsékletnek ugyanígy a fejlődését máig, akkor azt látjuk, hogy nagyon hasonló ez a három, tehát nagyon követte a hőmérséklet mindig ennek a kettőnek a koncentrációját. Na most nézzük meg, hogy mit csinálunk az ipari forradalom óta.
hiszen mi történik az ipari forradalom óta? Ugye ugyanezek az év 100 milliók alatt a növények és az állatok a nap energiáját a saját biomasszájukba, beépítették, és ebből biomasszát, tehát energiát tároltak. Ezeknek a nagy része, amikor meghalunk, lebomlik, visszamegy a levegőbe a széndioxid, és visszabocsátjuk az energiát, de ezeknek egy része mondjuk mocsarakban, és így tovább, megmaradt nekünk. Ezt az ember az ipari forradalom előtt föl is fedezte, hogy nagyszerű energiatároló ezek a fosszíliák, és a szén, az olaj és a gáz képében ezeket ugye elkezdtük felhasználni, és ezekből kinyerni az energiát, de ennek révén ezt a biomasszát gyorsan visszakonvertáljuk, ezt a sok 100 millió év alatt földgyűlemlett biomasszát átkonvertáljuk széndioxiddá, és ezt bocsátjuk a légkörbe. Ennek eredményeképpen így változott az utóbbi 100 évben a széndioxidnak a koncentrációja a levegőben. Ez most azt figyeljenek arra, hogy ez ugye az előző az egy 500 milliárd év, míg az utolsó az csak egy 100 év, tehát ez nagyon ki van nyújtva. Hogyha megnézzük, a metán koncentráció még sokkal jobban fölment, tehát itt valami olyan léptékben növeltük meg ezeket a koncentrációkat, amire nem volt precedens az elmúlt 500 milliárd évben. Tehát itt valami olyan globális kísérletet végzünk, egy labornak tekintjük az egész bolygót, aminek nem tudjuk az eredményét, hiszen ilyen még az elmúlt 500 milliárd év során nem volt. Minden alkalommal, ezek szerint, amit elmondtam, amikor energiát használunk, tehát amikor önök itt most például elküldik a kérdésüket, vagy fölkapcsoljuk a villanyt, vagy ezek a reflektorok, vagy amikor közlekedünk, vagy amikor erdőt írtunk, tehát minden, vagy ipari termelést végzünk, vagy mezőgazdaságot végzünk, minden alkalommal folyamatosan növeljük a széndioxid koncentrációt, mert bocsátjuk ki ezeket az üvegházhatású gázokat. Hát ennek meg is van az eredménye. Ezen az ábrán azt látják, hogy hogyan nő a világnak a széndioxid kibocsátása az 1970-es évektől körülbelül. Látjuk, hogy bizony ez meg sokszorodott pár évtizeden belül. Na most ugye a tudósok, különösen a kormányközi klímavédelmi testület, aminek, ahogy említették, hogy én is az alelnöke vagyok, ez megállapította, hogy a hőmérsékletet 1,5-2 fokon kellene tartani ahhoz, hogy ne legyenek túl nagyok a hatások. Ehhez viszont a tavaly októberiben megjelent nagy portfelvert jelentésében ezt mutatta meg a kormányközi klímavédelmi testület, hogy a kibocsátásokat ahelyett, hogy fölfele mennek, ilyen drámaian le kellene, hogy zuhanjanak. Na most ez viszont nagyon nehéznek tűnik, hiszen ha belegondolnak, hogy körülbelül itt volt az ENSZ éghajlati keretegyezménye, körülbelül itt történt meg a kiotói jegyzőkönyv, és mégis továbbra is rendületlenül fölfele mennek a kibocsátások. Ehelyett ilyen zuhanó repülésbe kell átmennünk. Na most erre mindenki azt mondhatja, hogy akkor most mi menjünk inkább haza, mert ez itt lehetetlen feladat. De ugyanebben a jelentésében a kormányközi klímavédelmi testület azt is kimondta, hogy nem, ugyan az utolsó másodpercben vagyunk, de még mindig lehetséges megoldanunk a problémát. Viszont ehhez az évszázad közepére teljesen dekarbonizálnunk kell, vagyis az energián szektorunkat, vagyis teljesen le kell szoknunk a szénről, az olajról és a gázról. Most hadd beszéljek ezek közül, a megoldások közül, hogy lehetséges ez, csak azokról, amikkel itt a CEU-ban foglalkozunk. És ez nem az antropológia, és nem is a banánológia, hanem akit látnak, ő Amory Lovins, ha mondhatnám, hogy az én tudományos pályámat talán ő befolyásolta a legjobban a gondolataival, és ez az a 74. banántermés, amit az ő házában szüretelt. Ez a ház 1983-ban épült, ez 2200 méterrel tengerszint feletti magasságon van, és a házban nincsen semmilyen fűtőrendszer, mint ahogy ő mondja, azért, mert így olcsóbb. Hiszen ő fedezte föl, hogy mi a fenének hurcolunk be messziről mindenféle energiahordozókat, például egy épület fűtésére, amikor nagyon sok belső hőforrás van. Például most önök is itt körülbelül egy 40 megawattos erőműnek megfelelő hőt termelnek csak azzal, hogy itt vannak. Köszönjük szépen, mert kikapcsoltuk közben a fűtőtesteket. Ez a gondolat szerencsére most már jelentősen elterjedt. Itt például Heidelbergben egy egész negyedet látunk, ahol 1700 lakás passzív ház tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez 90%-kal kevesebb energiát, fűtési energiát használnak, mint az átlag lakások mellette. Na most viszont azt gondolhatják, hogy jó, de hát mi nem engedhetjük meg magunknak, ez a gazdag Németország. Hát én azt állítom, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne engedjük meg magunknak.
És szerencsére nem is kell messze menni, mert meg is engedjük magunknak, ez például egy 13. kerületi önkormányzati költségből épült 100 lakásból álló bérlakás, ahol megoldottuk az energiaszegénységet, hiszen itt a fűtési rezsi az nem több évente, mint pár ezer forint. Ezeket már nagyon jól tudjuk építeni, de ennél tovább kell mennünk. Azt gondolják, hogy na még egy unalmas házat mutatok, de ez optikai csalódás, mert ez egy erőmű, ha nem is látszik rajta, de ez az épület, ez több energiát termel, mint amennyit felhasznál. Ezt a napos fürdővárosként elhíresült Bécsben, ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha az ember először nagyon alaposan lecsökkenti a, nem csak a fűtési energia felhasználást, amiről már beszéltem, hogy hogy tudjuk, de az elektromos áram felhasználást is, mint például itt van. Amit itt mutat az ábra, hogy a beavatkozások előtt igen magas volt a lifteknek, a wifiknek, a számítógépeknek és így tovább az energiafelhasználása. Az egyetemen nem csináltak mást, mint a diákok egy-egy csoportját elküldték. Te nézd meg, légy szíves, a te a konyhákat, hogy mit lehetne csinálni, hogy kevesebb energiával csináljuk ugyanazt. És így tovább a wifiket, a lifteket, a biztonsági rendszereket megnézték. Semmi ravasz technológia, csupán jó ötletekkel ennyire sikerült le csökkenteni az, csak az épületnek csak az áramfelhasználását. Ennek eredményeképpen, amikor ez már tizedére zuhant, akkor már a napfényes Bécsben is meg lehetett csinálni, hogy az épületre tett napelemekkel lehet ellátni az energiaigényt. Ismét azt mondhatnák, hogy ez úri huncutság a nyugatról. Nem, ez például egy egészen véletlenül bukkantam erre a példára. Ezt tavaly az E.ON Energy Globe-re pályázott ez a mű. Nem is kapott díjat, mert nem egy különösen szexis épület. Viszont én nekem ez volt a kedvencem, ugyanis a pályázatban leírta, hogy hát ők elnézést kérnek, de ők bevallják, hogy ők egy nem egy non-profit cég, de a profitot azt visszaforgatják a fejlesztésbe. Hát én azt gondolom, hogy nem kell annál jobb, mint hogy profit nyereséges alapon átlag magyar családoknak, ez nem is Budapest, ez miskolci átlag családoknak tudunk null energiás épületeket építeni, vagyis olyanokat, ahol gyakorlatilag nincsen rezsi. Viszont mivel ezek új épületek, viszont dekarbonizálni csak úgy tudunk az évszázad közepére, hogy a meglevő épületekkel is kezdünk valamit, ezt is Magyarország mutatta meg részben a világnak, ez a Szolanova Dunaui városban, hiszen a Kelet-Európában rengeteg panelépületet megmutattuk, hogy ezeket is lehet nem különösebben nehéz módon úgy felújítani, hogy 85%-kal lecsökkentettük a fűtési és hűtési energiát. Na most ez mind nagyon csodálatos, és gondolom önök közül is sokan már eljutottak erre, és nagyon sok kormány a világon eljutott erre, hogy bizony támogatni kell az energiahatékony felújításokat. Hányan újították föl a lakásukat, vagy épületüket mostanában, az utóbbi pár évtizedben? Nagyon ügyesen csinálták, biztos, hogy csomó energiát megspóroltak, csak sajnos az a rossz hír, hogy az legutóbbi kutatásaink alapján mi is szinte meglepetésként vettük észre a számításaink eredményeképpen, hogy igazából, amikor ezt csináltuk, én is, akkor a klíma szempontjából igazából rosszabbat tettünk, mintha nem csináltuk volna. Miért? Minden alkalommal, amikor kicsit felújítgatunk, tehát egy-egy nyílászárót kicserélünk, vagy egy kis szigetelést fölteszünk, akkor kizárjuk, tehát olyan is megtakarítunk 20-30%-nyi energiát, kizárjuk azt a lehetőséget, hogy 90%-ot takarítsunk meg, hiszen már, hogyha hogy új ablakunk van, vagy szépen lefestettük a házat, akkor már nem fogjuk azt újra szétbaltázni a következő pár évtized alatt. Tehát emiatt, hogyha megnézzük ezt a két forgatókönyvet, amennyiben minden épület a világon ezt a jó gyakorlatot veszi át, amiket mutattam eddig, hogy mit lehet csinálni, akkor a kék vonal alapján alakul a világ épületi fűtés és hűtési energia felhasználása. Tehát annak ellenére, hogy ahány új lakás csak épül, ahány új ház csak épül, és mindenki kedvére fűtheti, hűtheti az otthonát és a munkahelyét, akkor is 30%-kal 2005-höz képest le tudjuk csökkenteni az épület energiafelhasználást. Ezzel szemben, ha csak így újítgatunk, tehát azokat a szakpolitikákat, a nagyon progresszívnek tekintett szakpolitikákat modelleztük, sajnos annak eredményeképpen még 46%-kal fog emelkedni eddig az épületenergia felhasználás, ami viszont azt jelenti, hogy a 2005-ös teljes fűtési energia felhasználásnak 80%-át addigra belakatoltuk, tehát ezt nehez nem tudunk hozzányúlni.
Ez amúgy nagyon jó olyan szempontból, hogy ha csak energiát akarunk megtakarítani, akkor nem olyan nagy baj. De amikor az évszázad közepére, tehát 2050-re nullára kell levinni a fosszilis energia felhasználásunkat, akkor már nagyon nagy baj ez a belakatolási jelenség. Ugyanúgy még arra hívtuk fel egy másik, ez is a Nature-ben jelent meg ez a cikkünk, egy másik Nature cikkben a figyelmet, hogy lehet, hogy már nagyon ügyesek vagyunk abban, hogy hogyan csökkentjük az épületek energia felhasználását, de arra senki nem gondolt, hogy arra is figyeljünk, hogy azt is megpróbáljuk szabályozni, hogy hogyan építsük fel az épületeket, mert maga az építés is rengeteg energiát felhasznál. Ezt nem magyarázom el ezt az ábrát, mert sajnos már kikaptam így is, hogy kicsit kiszadtam az időből, csak azt mutatnám meg, hogy az eddigi városi infrastruktúrát, épületek és utakat, ahogy megépítettük, ez kb. 100 gigatonnyi széndioxidot bocsátott ki, hogy a maradék, az évszázad közepéig a maradék a szükséges városi infrastruktúrát, épületeket, utakat megépítsük, még ugyanilyen szinten, ahogy, és ugyanilyen módon, ahogy eddig csináltuk, az még legalább kétszer annyi széndioxidot fog kibocsátani. Ez viszont, ha széndioxid költségvetésben gondolkozunk, vagyis hogy mennyit bocsáthatunk ki, hogy ne menjünk a másfél állami, másfél-két fok fölé, akkor ennek csak ez az infrastruktúra fölépítése körülbelül, vagy akár a felét is felemészteti. És akkor még nem gyújtottunk fel egyetlen villanyt sem, és nem küldtünk el egyetlen chat üzenetet sem. Szerencsére vannak azért megoldások, ez például egy kanadai felhőkarcoló, ami gyakorlatilag csak fából készült, és ennek a révén körülbelül nagyjából 700 tonna széndioxidnak megfelelő kibocsátást csökkentett, hiszen a beton az rendkívül széndioxid kibocsátó, valamint azáltal, hogy fát használt, azáltal megköt nagyon sok széndioxidot a levegőből, és ezt sokáig eltárolja, és ez még nagyobb hatást jelent. Még azzal is foglalkozunk a CEU-ban való kutatásaink során, hogy ezt már mutattam ezt a példát, ez a Solanova példája, hogy ugye azt tudjuk, hogy a legtöbb ember nem fog azért energiatékony épületet csinálni, vagy felújítatni, mert még a rezsi csökkentés se annyira motiváló, ezt tapasztaljuk hosszú idő óta. Viszont ezt látjuk, hogy nagyon sok más hatással jár, és hogyha számszerűsítjük, anyagi előnyökre lefordítjuk ezeket a hatásokat, azok már sokkal motiválóbbak lehetnek. Ezt a kutatásunkat például ez a példa inspirálta, amikor meglátogattam a Solanovát, ez a hölgy mutatja a kinti szűrőt és a benti szűrőt. Régen mindez a por és mindez a szennyező anyag, ugye vagy a tüdejükben, vagy a lakásunkban rakódott le ez a benti szűrő, ezt ő ott az orrom előtt húzta ki, és boldogan mondta, hogy neki nem is a kisebb rezsi az, ami miatt imádott lakni, hanem amiatt, hogy ötször ritkában kell takarítania. Na most ez sokan ezen valószínűleg megmosolyogják, de akik sokat takarítanak közül megérték, hogy bizony ez egy nagyon nagy előny. Valamint a zaj is nagyon jelentősen lecsökkent, hiszen ez egy forgalmas út mellett van. Igen, hogyha ezeket kiszámoljuk és pénzre átfordítjuk, akkor ezek nagyon jelentős hatásokra fordíthatók. Itt a CEU most fejeztünk be egy Európa Uniós kutatást, amiben az egészségügyi hatásokat számszerűsítettük. Ez az ábra azt mutatja, hogy az olyan hatások, tehát amit az épületen belül is azt gondoljuk, hogy ez most már tiszta levegő, amit beszívunk, hát ez itt igen, de általában az épületeken belül nem, mert a kívülről beszűrődő légszennyezés is nagyon sok egészségügyi kockázattal jár, meg a belső forrásokból eredő is. Viszont ezeket jó szellőztető rendszerekkel, amilyen például passzív házakban van, meg amilyen például ebben az épületben is van, úgyhogy örüljenek, mert ami miatt itt vannak, sokkal kevésbé lesznek betegek. Ezzel jelentősen le tudjuk csökkenteni a betegségeket, olyan betegségeket, mint az agyvérzés, tehát amire nem is gondoltunk volna korábban. Tehát ha mindenki ilyen épületekben lakna és dolgozna, akkor jelentősen csökkenne az allergia, az aszma, a szívinfarktus, az agyvérzés, a légúti fertőző betegségek, influenza, megfázás, például ebben a meséskert, passzív ház óvodában járó gyerekek szülei sokkal kevesebbet hiányoznak a munkából, hiszen a gyerekük sokkal kevesebbet van megfázva. Ezt is számszerűsítettük itt a CEU-n. Magyarországon, ha mindenki ilyen épületbe dolgozna vagy költözne, akkor évente 2 nappal kevesebb táppénzt kellene igénybe vennie, és Németországban az érték 5 nap. Tehát
Összefoglalva megmutattam, hogy az éghajlatváltozás az bizony az évtizedünk vagy az évezredünk egyik legnagyobb kihívása. Ennek ellenére még éppen meg tudjuk oldani, de az utolsó másodpercben vagyunk. De az a jó hír, hogy amennyiben a jó, okosan választjuk meg a megoldásokat, akkor az életünk az egészségesebb, kényelmesebb és jobb lehet, a társadalmunk pedig igazságosabb. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen Dianának! Következő előadónk Körösi Csaba nagykövet, a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntarthatóság igazgatóságának vezetője lesz. Csaba az ENSZ-ben társelnökként vezette a fenntartható fejlődési célokat kidolgozó tárgyalássorozatokat korábban, valamint a Világbank csoport elnöke és az ENSZ főtitkára által összehívott 11 állam és kormányfőből álló vízügyi elnöki testületben a magyar államfőt képviselte és részt vett a fenntartható vízgazdálkodásra való áttérés szolgáló javaslatcsomag kidolgozásában. Úgyhogy most megkérném Csabát, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen. Mi következik abból, amit Dianától hallottunk? Az egyik, hogy a klímaváltozás legfőbb okozója az emberi tevékenység. Ezért is hívjuk úgy, azt a kort, amiben jelenleg élünk, azt a földtörténeti kort, amiben jelenleg élünk, hogy antropocénkor. Ugyanis az emberi tevékenység, az ember vált az első számú kiváltó okozójává a föld állapotának megváltozásában. Hallottuk azt is Dianától, hogy a kulcs valahol az üvegházhatású gázok kibocsátásában és a légkörben való felhalmozódásában keresendő. Nézzük meg, hogy milyen tényezőkre lehet csoportosítani, hogyan jön össze ez az üvegházhatású gázkibocsátás. Kicsit egyszerűsíteni fogom a képletet, de ha veszünk egy közösséget, mi határozza meg, hogy végül is mennyi lesz ez a kibocsátás? Hát az egyik a népesség. Hányan vagyunk, hányan bocsátjuk ki a széndioxidot és egyéb üvegházhatású gázt? Vagy egy főre eső GDP. Minél többet termelünk vagy fogyasztunk, annál nagyobb lesz a kibocsátás. Az energiaintenzitás az az, hogy mennyi energiát használunk föl az egy egységnyi GDP előállításához. És végül a karbonintenzitás, tehát hogy mennyi széndioxidot bocsátunk ki ennek az egységnyi GDP-nek az előállításához. Na most jön a lényeg. Ez a négy tényező, ez nagyjából szorzó viszonyban van egymással. Ami azt jelenti, hogyha egy adott közösséget veszek figyelembe, és tegyük fel, a többi tényezőt jelenleg még nem változtatjuk, ha kétszeresére növelem a népességet, akkor mi lesz az eredmény? Nagyjából kétszer akkora lesz a kibocsátás. De szerencsére ez úgy is igaz, hogyha ebben a képletben, ebben a közösségben a karbonintenzitást megfelezem, akkor az üvegházhatású gázok kibocsátása is körülbelül fele lesz. Nézzünk akkor bele ebbe a négy komponensbe. Milyen lehetőség kínálkozik nekünk arra, hogy elinduljunk azon a pályán, amit Diana az előbb említett, hogy milyen fontos lenne elérni a század közepére. Népesség. Most, ha az egész föld népességét nézem, és kicsit el fogok nagyolni néhány kérdést, azért azt látjuk, hogy a globális népesség az nagyon lendületesen növekszik. A 20. század elején még 2 milliárdnyian voltunk, most vagyunk 7,7 milliárdnyian, és ennek a századnak a végére leszünk olyan 10-11 milliárdnyian körülbelül. Ez azt jelenti, hogy a mai népességhez képest a század végére 60%-kal többen leszünk a Földön. Tehát ebben az okcsoportban nem látjuk azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne negatívba fordítani a hatást. Nézzük meg a másikat. Egy főre eső GDP. Ez még gyorsabban emelkedik, mint a népesség száma a világon. És ráadásul, legyünk őszinték, ennek a növekedésében érdekelt a lakosság, érdekelt minden politikai vezetés, minden gazdasági vezetés. Nagyon nehéz elképzelni egy olyan politikai programot, ami azzal áll elő, hogy emberek, jövőre kevesebbet fogunk enni, kevesebbet fogunk termelni, szegényebbek leszünk egy kicsit. Tehát valószínűleg ez sem a klasszikus mai gazdasági modellben, ez sem kínálja azt a megoldást, amit szeretnénk, hogy ezáltal tudjuk lenyomni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Tehát akkor
maradt két lehetőségünk, az energiaintenzitás és a karbonintenzitás. Van egy jó hírem. A karbonintenzitás jelenleg csökken, mégpedig 0,9%-kal évente. De van egy rossz hírem is, ahhoz, hogy az a bizonyos 2 Celsius fok, amit Diana említett, hogy század végéig ne lépjük túl a 2 Celsius fokos emelést, ahhoz mostantól kezdve évenként 6,2%-os karbonintenzitás csökkentést kellene elérnünk. Ha ezt meg tudnánk csinálni, akkor 2030-35-re körülbelül a mai üvegházhatású gázkibocsátást meg tudnánk felezni. Erre lenne szükség, hogy pályán maradjunk. 2050 és 65 között el tudnánk érni a nettó nulla kibocsátást. Erre lenne szükség, hogy két fokon belül maradjunk. És 2060-65 után egészen a század végéig negatív kibocsátásba kellene átmennünk. Azaz többet vonunk ki a légkörből, mint amennyit kibocsátunk. Főleg ez utóbbi a mai szemléletmódunkkal, szokásainkkal, szabályzásunkkal és technológiánkkal nem lehetséges. De hogyha ezt a hármat megváltoztatjuk, szemléletmód, szabályzás, technológia, akkor még lehet esélyünk. Na nézzük meg akkor ezt az esélyt. Tulajdonképpen itt nem kevesebbről beszélünk, mint egy fejlődési fordulatról. Hiszen a klímát a gazdasági és társadalmi működésünk eredményeképpen változtattuk meg. Mi nem a klímával akartunk foglalkozni, hanem elkezdtünk több foszilis energiahordozót kitermelni és felhasználni, elkezdtünk városokat építeni, infrastruktúrát építeni, ipart működtetünk, megváltoztattuk a Földnek a bioszféráját, megváltoztattuk a Földnek a vízháztartását, a termőföld használatot, és ennek következtében az a robbanásszerű üvegházhatású gáz növekedés állt be a Földön. Tehát akkor tulajdonképpen mi egy egész rendszert változtattunk meg. Ha egy rendszerszerű problémával állunk szemben, annak csak rendszerszerű megoldása lehetséges, ezért vagy át tudunk térni egy fenntartható fejlődési pályára, ezeket a komponenseket is figyelembe véve, vagy nem tudjuk megúszni a klímaválságot. Na erre történt egy olyan próbálkozás, aminek a konferálás tanulsága szerint én részese voltam valamennyire. Az ENSZ-ben azt néztük végig, hogy mik lennének azok a legnagyobb változtatások, amiket meg kellene tennünk közösen, globális szinten, annak érdekében, hogy 2030-ra normális élhető körülmények legyenek itt a Földön, és 17 nagy területre fókuszálva tudtuk kimutatni azt, hogy mit kell megváltoztatni. Ezeket ma úgy hívjuk, hogy fenntartható fejlődési célok. Egymással nagyon szorosan összefüggő fenntartható fejlődési célok. Nézzék csak a 13-ast. Ez pontosan azt tartalmazta, hogy úgy lépjünk fel a klímaváltozás ellen, hogy 2 Celsius fokon belül tartsuk a melegedést. Ezt a 17 ikonból álló 17 célt hadd mutassam meg egy másik képben. Ez olyan, mint egy tálspagetti. Azt mutatja igazából, hogy ez a 17 fejlődési cél, kicsit modellezve a valós életet, milyen szoros együtt összefüggésben van egymással. Ha a klímát akarom megváltoztatni, akkor változtatnom kell az energiahasználatot, változtatnom kell a vízgazdálkodást, változtatnom kell a városok működését, és nagyon sok minden mást. Tehát gyakorlatilag vagy fenntartható fejlődési pályára állok, vagy a klímát nem fogom tudni visszatéríteni abba a keretbe, ahol szeretnénk látni. Megvan ehhez az eszközrendszerünk? Sok jó megoldást láttunk már Diana-nál is, és látjuk azt is, hogy körülbelül mekkora az a cél, amit el kellene érnünk, és milyen belső összefüggésekkel működik a dolog. De egy dologra hadd hívjam fel az önök figyelmét. Minden egyes gazdasági döntésünk, minden befektetésünk, minden politikánk a gazdasági, környezeti és társadalmi következmények sorát váltja ki. Ezeknek egy részét pontosan tudjuk, hiszen ezért építjük meg azt az adott projektet. Másik részéről tudunk, harmadik részéről pedig nem veszünk tudomást, esetleg nem is akarunk tudni róla. Márpedig ez az utolsó kettő, ez sokkal fontosabb, mint gondoltuk volna, és erre tanúbizonyság, hogy jelenleg itt van a klímaváltozás és a klíma
válság küszöbén vagyunk, és még közelebb van hozzánk a vízválság. Egyiket sem akartuk. Tehát mit kellene elérnünk? Hogy minden egyes döntésünk előtt legyen egy olyan eszközrendszerünk, ami képes integrálni és megmutatni, hogy ha én ezt lépem, ezt tervezem, akkor ennek ilyen gazdasági, ilyen társadalmi és ilyen környezeti behatása lesz, és ezek ráadásul egymással milyen kapcsolatba fognak tudni lépni. Ezeket elemeiben próbáljuk fejleszteni, próbáljuk csinálni. Például tudjuk, hogy ha ezt teszem, akkor bizonyos természeti erőforrásokra hogyan fogok hatni, ha azt teszem, valamilyen gazdasági projektet megcsinálok, az milyen közvetlen társadalmi hatást fog kiváltani, de olyan, ami integráltan, és ráadásul a döntés előtt informálni tudna a döntéshozót, ilyen eszközzel jelenleg nem rendelkezünk. Nagyon nagy szükség lenne rá. Tehát akkor van-e megoldás? Van, ahogy Diana is mondta, de nem automata üzemmódról. Pályamódosítás szükséges hozzá. Na és mi van akkor, hogyha jó néhány ország a klímaváltozásra fölkészülve, akár a kibocsátása, akár az alkalmazkodása kellően fölkészülve előre megy, és lesz jó néhány olyan ország, amelyik ezt nem teszi meg, és közben ránk tör egy elszabaduló klímaváltozás. Na ezt is ki lehet számolni, ezt is lehet modellezni. De jobb kiszámolni, jobb végig gondolni, mint kipróbálni. Most még van erre lehetőség. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Csabának. Harmadik előadónk Nagy Réka lesz. Réka az Ökoanyu blog szerkesztője többek között, ahol háztartási és életvezetési tanácsokat ad fenntarthatóság, fenntartható fejlődés jegyében. Például én legutóbb, amikor meglátogattam Réka blogját, akkor olvashattam arról, hogy a félpár megmaradt zoknikkal mi a teendő, és Diana előadására egy kicsit visszautalva, például portörölgetésre és takarításra milyen kiválóan lehet használni. Tehát ilyen és ehhez hasonló tippeket kaphatunk az ökoanyu.blogon. Mindemellett Réka számos fenntarthatóságú témájú könyvnek a szerzője is, úgyhogy most megkérlek, hogy tartsd meg előadásodat. Amikor ilyen számokat hallunk, és ilyen előadásokat, ilyen prezentációkat látunk, akkor még nehezebb megszólalni azután, hogy mit tehet az egyén. Mert sokszor találkozom azzal, hogy inkább talán hátradőlünk, mert azt érezzük, hogy nem tehetünk semmit, mert hogy annyira kicsik vagyunk. 8 éve foglalkozom ezzel a területtel szerkesztő újságíróként, és nagyjából 9 éve az első kislányommal voltam várandós, akkor kezdtem el bevezetni ezeket a változásokat az életünkbe. Magamnak is problémát jelentett az a kérdés, hogy hogyan tudom számszerűsíteni azt, hogy amit én csinálok, azok a változások, a változtatások, amiket bevezetek a családunkban, azoknak van-e valójában bármilyen hatása a klímára, valóban tudok-e tenni? És nagyon érdekes fordulat volt, ezeket én következetesen csinálom, én már 8-9 éve, és hiszek abban, hogy a kislépések számítanak. És nagyon érdekes volt, mert 1 éve fogadtuk körökbe a második kislányunkat, és nála kezdtünk először mosható pelenkát használni. Amikor ennek a témának utána olvastam, akkor láttam, hogy egy kisgyerek születésétől szobatisztaságáig 1,5-2 tonna eldobható pelenkát használ el. Ez veszélyes hulladéknak számít. Hogyha belegondolunk mindabban, amit az imént hallottunk, hogy ezt a pelenkát legyártják, szállítják, a boltba viszik, mi hazavisszük, és utána még a hulladékkal is kezdeni kell valamit, nyilvánvalóan ennek a 1,5-2 tonnának a kibocsátása, vagy az a hatása, az bizonyosan elég nagy. Nyilvánvalóan a mosható pelenkának is van valamilyen hatása, remélem, hogy ezért valamennyivel kevesebb, de számomra ez a szám, ez elég jelentős volt. És nagyon aranyos volt a nagyobbik lányom, amikor elmondtam ezt neki, ő nagyon-nagyon lelkesebben, és ez is nagyon fontos szerintem, hogy ők ebben a példában nőnek bele, hogy azt mondta, hogy hát a mi társasházunkban 12 kisgyerek van, hogyha ezt felszorozzuk, az 24 tonna veszélyes hulladék. Én azt gondolom, hogy ez már is egy olyan szám, ami mellett nem mehetünk el, és mi nem lakunk egy túl nagy házban. Egyébként pedig itt van a mosható pelenka, amit mi használunk, és nagyon tökéletesen működik. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontosak a választásaink. Az egész
ahogy én gondolom ezt, és ahogy látom, az egyik a legfontosabb a tudatos vásárlás. Hogy amikor meghozunk egy döntést, az tudatos legyen. Amikor valami bekerül a kosarunkba, akkor kérdezzük meg, hogy erre valóban szükségünk van. Amikor elmegyünk megvenni egy ruhát, akkor kérdezzük meg, hogy föl fogom ezt venni 30-szor? Legalább 30-szor? És hogyha nem, akkor tegyük vissza. Mert lehet, hogy nincs rá szükségünk. Az elmúlt 8 évben számtalan olyan változtatást eszközöltem az életünkben, ami nekünk most már rutin. És jól működik, és a lényege az egyszerűség. Ma, amikor innen hazamegyek, akkor a sminkemet egy szőlőmag olajos lemosóval fogom lemosni, megtalálják a receptet. Nagyon egyszerű, hogyha 2 perc alatt ki lehet keverni, de ugyanezt a szőlőmag olajat fogom rakni a salátámra, és ugyanezt a szőlőmag olajat használom a pollenallergiámra májustól, egy kis kanállal minden reggel, és 3 éve nem szedek gyógyszert. Ez egyetlen üveg a konyhapulton, és nem veszek különböző szereket. Amikor elmegyünk vásárolni, akkor természetesen van nálunk szatyor most már évek óta, és kis szatyor a pékárunak, és kis szatyor a gyümölcsöknek, és a kislányom mindig nagyon fel van háborodva, hogy miért van itt ennyi nejlon. Minden egyes ilyen választásunk az fontos, és ez egy döntés, mert mindig szavazás. Az is nagyon fontos, hogy hogyan szerezzük be az élelmiszereinket. Mindig megpróbáljuk lehető legközelebbről, hogyha lehet, akkor egy mód van rá, szezonálisat és helyit, mert hogy azt együk, ahol éppen élünk, ami éppen megterem, hiszen ezzel sem terheljük a környezetünket, hogy távolról utaztatjuk azokat az élelmiszereket, amiket utána elfogyasztunk. Az egy másik kérdés, hogy lehet, hogy sem maximum a színük ad valamilyen élményt, de az ízük lehet, hogy már régen nem. Nagyon fontos a ruhatárunknak a kialakításánál, hogy nézzük meg, hogy tényleg mi az, amire szükségünk van, és amire nem csak a ruhatárunknál, hanem mindennel kapcsolatban, amire már nincsen szükségünk, azt adományozzuk el. Nézzük meg, hogy hogyan tarthatnánk mindent minél inkább körforgásban. Biztos, hogy lesz helye, és ki tudjuk találni, hogy hol van az, akinek még valamire, tehát arra még valakinek szüksége lehet. Ezeket gondoljuk át a döntéseinknél, mert minél inkább körforgásban tartunk, annál inkább tudjuk a fogyasztást csitítani és mérsékelni. Nagyon sok alternatív megoldást használok otthon, próbálunk mindent egyszerűsíteni, ahogy az előbb mondtam, a szőlőmagolajos lemosót, ugyanígy az ecet az egy fantasztikus találmány, a vízkőoldástól kezdve az öblítő helyett is nyugodtan lehet használni, és igen, az ablakot is tökéletesen le lehet vele tisztítani. A szódabikarbona pedig gyakorlatilag az ökoháztartás kamilla teája, nincs olyan, amire ne lenne jó, a súrolástól kezdve a szaktalanításig, de a dezodorjaimba is ezt keverem bele, és tökéletesen működik. Az étkezésről már volt szó egy kicsit, a legfontosabb, hogy tényleg próbáljunk meg minél inkább helyit és szezonálisra tenni, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk oda a húsfogyasztásunkra. Amerikából indult egy mozgalom, a húsmentes hétfő mozgalma, az az elképzelés egyébként, hogy mindenféle életmódbeli változtatást érdemes hétfőn kezdeni, mert állítólag akkor jobban beépül, de bármelyik napon elkezdhetjük a húsmentes napok beiktatását, és nézzünk körül, hogy milyen alternatívák vannak. Próbáljuk meg bevezetni a minél több zöldséget, és mert a zöldségeknek egyébként fantasztikus íze van, próbálják ki, és sokkal izgalmasabb, mint adott esetben a felvágottaknak és a különböző húskészítményeknek az íze. És ebből is próbáljunk, hogyha egy mód van rá, hazait venni. Ruházkodásról is már volt szó, az átalakításról, a javításról és a körforgásban tartásról, és hogyha egy mód van rá, akkor a fast fashion termékeket vagy nagyon tudatosan használjuk, vagy hogyha megtehetjük, akkor kerüljük őket. Sokan azt kérdezik, és ez nagyon nehéz kérdés még mindig, hogy számszerűsíthetőek-e ezek a változások, vagy a változtatások, amiket mi eszközölünk otthon. Az elmúlt években több szakemberrel sikerült interjút készítenem, akik a gazdasági területről érkeztek, többen egybehangzóan azt mondták nekem, hogy nézzük ezt a másik oldalról. A piac nagyon-nagyon-nagyon érzékeny. Már egy 10-15%-os elmozdulást is megérez. Tehát, ha mi valamit nem veszünk meg, azt a gyártónak nem lesz érdeke legyártani, mert hogyha ott fog porosodni a polcon, és nem veszi meg senki, akkor neki abban nem lesz biznisz. Tehát, hogyha innen nézzük, és megfordítjuk, akkor én azt gondolom, hogy már ahányan a teremben vagyunk, már ennyien is tehetünk, és ebben én nagyon-nagyon őszintén hiszek. Egy nagyon gyors példa, ami nemrég volt, 2 hete Davosban tomszaki magyar származású, kizárólag fenntartható üzletekkel foglalkozó üzletember mutatta be a Loopot, ami egy új
fajta hozzáállás a szolgáltatáshoz, tehát szolgáltatásokat árul, és nem termékeket. A háztartásban használható tisztítószerektől kezdve egyszerű élelmiszerekig kiszállítja ezeket, utána pedig a csomagolást elviszi, tisztítja és újra hasznosítja. Ezt most fogják bevezetni próbaszinten New Yorkban és Párizsban. Ez összefüggésben áll azzal, hogy pár éve Amerikában és világszerte ezek az zero waste mozgalmak, hulladékcsökkentő, nulla hulladék mozgalmak egyre erősebbek, tehát egyre inkább egy ilyen változtatás, egy ilyen üzleti modell sokkal könnyebben elfogadható, piacra vezethető és integrálható. Tehát én azt mondom, hogy van értelme minden egyes lépésnek, és van értelme változtatni, és ami nekem nagyon fontos, két lányom van, és látom, hogy hogyan nőnek haza ebbe bele, és amikor egy kicsit hazahoztuk, egy hete volt velünk, és valami ünnepség volt nálunk a férjemnek a születésnapja, és bekerült petpalacka lakásba, és az ekkora kis töpörtyű másfél éves már azonnal zömítette a kis dundi lábacskáival, mert hogy a minta az számít, és azt gondolom, hogy az számít igazán, és még az számít elképesztően, hogyha ezek a gyerekek így nőnek föl, hogyha ezt a mintát át tudjuk nekik adni, akkor teljesen más kérdéseik lesznek a világban, és teljesen más, hogy fognak gondolkodni. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom ebben a mintában. Köszönöm szépen! Egy játékra invitálnánk Önöket. Arra a kérdésre, hogy kinek elsődlegesen a feladata cselekedni a globális felmelegedés megállítása érdekében? A politikai döntéshozóknak, a gazdasági szektornak, hétköznapi embereknek, a médiának, illetve a tudósoknak. Nagyon izgalmas, mert a politikai döntéshozók és a hétköznapi emberek szinte tényleg fejfeje mellett mozogtak, de 10%-kal, akkor most lezárom a szavazást, 10%-kal a politikai döntéshozók nyertek. Bevalljuk, hogy picit becsaptuk Önöket, illetve nem becsaptuk, hanem inkább megtréfáltuk Önöket ezzel a játékkal, mert, és most az előadókhoz fordulok rögvest, hogy el lehet-e ezt egyáltalán dönteni? Szabad-e ilyen kérdést föltenni? Diana? Először is meg vagyok sértve, hogy ilyen kevesen gondolják, hogy a tudósoknak van a legnagyobb felelősségük a dologban, de természetesen nagyon jó ezt tudni, hogy nem ránk nyomják a felelősséget, nem azon múlik, hogy még nem tudom, milyen jó technológiákat föltaláljunk. Ennek ellenére, ahogy Flóra említette, nem lehet már választani, hiszen most, amikor egy pár évtizeden belül, gyakorlatilag két évtizeden belül teljesen le kell szoknunk a fosszilis tüzelőanyagokról, akkor, és ez gyakorlatilag egy olyan társadalmi és gazdasági reformot jelent, amit nem lehet egy oldalról elindítani. Itt mindenkire szükség van. Ugyanúgy, hogy minden megoldásra szükség van, ahogy Csaba is említette, és ugyanúgy minden cselekvőre. Nagyon gyakran szeretünk egymásra mutogatni. Nagyon örülök, hogy itt Önök magukra is vállalták a felelősséget azzal, hogy a hétköznapi emberek, de hát nyilván Réka előadása után nehéz lett volna ezt mondani, hogy nem. De nagyon sokszor azt mondjuk, hogy tényleg mit tehetek én, hiszen a politikusok, vagy milyen szakpolitikák vannak, vagy a nagyipar, én csak azt tudom venni, amit a nagyipar legyárt. Itt azt nagyon fontos nézni, hogy amit a Réka is említett, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy mi kicsik vagyunk. Viszont ez ugye, úgy nevezzük ezt a dolgot, hogy a globális közlegelők problémája, vagy a tragedy of the commons, hogy mindenki azt mondja, ő kicsi, de mégis azt, hogy összességében ez a közcselekvés, annak az előnyeit egyszerre akarjuk érezni. És itt nagyon fontos látni, hogy például a közgazdaságtan is úgy közelíti meg az embert, hogy alapvetően egy önző lény, tehát mi életünk arról szól, hogy a saját jólétünket akarjuk maximalizálni. De szerencsére egyre több kutatás igazolja, hogy nem, szerencsére az ember az nem csak egy önző lény, hanem az ember egy társadalmi lény is, tehát nem csak a saját életünket és a saját jólétünket akarjuk kis élettartamunk alapján maximalizálni, hanem a társadalom jólétét is. És akkor itt visszakanyarodnék talán Csaba előadásához is, aki mondta, hogy hát azért nehéz lenne
egy olyan szakpolitikát bevezetni például a politikusoknak, akikre nagy felelősséget tettünk, ami azt mondja, hogy hát mi lenne a jövőre, nem növekednénk annyit. Nagyon sok mozgalom beindult azzal kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy igazából nem attól boldog, nem csak mozgalom, hanem nagyon sok most már tudományos irányzat is van avval kapcsolatban, ami azt mondta, hogy nem attól boldogabbak az emberek, hogy még több cuccot megvettek, hanem attól boldogabbak egy bizonyos szint fölött. Természetesen, amikor azért a bizonyos mindenféle alapszükségletünk ki van elégítve, akkor azon túl attól vagyunk boldogabbak, hogy mondjuk erősebb a közösségünk, hogy többet önkénteskedünk. Annyira, hogy például az OECD-nek be is vezette a nemzeti össztermékkel versenyző jólét mutatóját, a Better Life Indexet, amiben ilyenek vannak benne, például, hogy mennyit önkénteskedünk, mennyire jó kapcsolatunk a szüleinkkel, és így tovább. Tehát minden, erre mindenkire szükség van, és nagyon csodálkozom, hogy a médiára ilyen kevesen szavaztak, mert az a probléma, hogy a felnőtt lakosság gyakorlatilag csak a médiából tud a környezet, vagy a klímaváltozásról például. Réka, nagyon bologat. Igen, a média szerepét itt az előadásomban nem emeltem ki, de én is nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert azt gondolom, hogy csak folytatni tudom, amit Diana mond, hogy egyszerűen az nagyon fontos, hogy egyrészt minél több emberhez eljussanak ezek az üzenetek, és a másik nagyon fontos az az, hogy meg tudjunk tanulni úgy kommunikálni a médiában erről a témáról, hogy ne ijesztegetés legyen, mert akkor megint az megint egy lefagyást eredményez, azt gondolom, tehát akkor megint az van, hogy nem tudok cselekedni, már nem akarok cselekedni, hiszen ez annyira félelmetes, hanem hogy tényleg valóban tettekre serkenteni, és egy ilyen pozitív megoldás fókuszú kommunikációval okosan beszélni a médiában erről a témáról. Csabát is megkérdezném, mint a 48%-os politikai döntéshozó. Hadd kezdjem a 44%-osnál. Ez nekem egy nagyon érdekes egybeeső szám. A legtöbb kutatási eredmény azt mutatja, hogy a mi fejlettségi szintünkön lévő országokban a én, mint fogyasztó, hétköznapi életviteli döntéseim körülbelül 40%-ban befolyásolják a klímának a sorsát. Egészen jól kijött egyébként most ebben a példában. De hogyha egy picit megnyitom most a fókuszt, politikai döntéshozatal, fogyasztó, gazdaság, tudomány és egyéb szereplők, és ha visszatérhetek arra, hogy valójában amiről itt gondolkodunk, az egy fejlődési pályamódosítás. Amikor az SDG tárgyalások zajlottak New Yorkban, akkor ott a tárgyalások alatt meg kellett, hogy értsük, mindnyájan, akik a tárgyalásban benne voltunk, hogy két nagy társadalmi szerződésnek meg kell születnie minden társadalomban. Független attól, hogy ez milyen formában születik meg. Az egyik a nemzedékek között egyfajta megegyezés, hogy hosszú távon hova akarunk elérni. A másik pedig az úgynevezett érdekelt felek között. Tehát döntéshozók, politikusok, gazdaság, civilek, tudomány, gyakorlatilag minden olyan szervezet és minden olyan csatorna, akinek erre hatása lehet, egyfajta hosszú távú minimumot ki kell, hogy alakítsunk egymás között. Ezért is jó, hogy ez az öt oszlop ott van, hogy ez milyen arányban van éppen egy adott országban, egy adott korszakban, az valószínűleg azt is mutatja, hogy az adott válaszoló az mennyire elégedett a meghozott szabályzással, vagy mennyire elégedett a saját viselkedésével az adott szabályok között. Köszönjük szépen! Szeretném megköszönni az előadóknak a részvételt a mai beszélgetésen, hogy eljöttek, és mind a tudományos hátterét a témának, illetve Réka inkább a praktikus tanácsokat megosztotta velünk. Egy kicsit a bennem a személyes felelősség túlnyomása az úgy egyre csökkent, először fokozódott, aztán meg úgy helyre került a beszélgetés során, hogy Csaba zárószavával egyetértve, hogy igenis tehetünk, és van is mit, és erre most hallhattunk jó ötleteket az előadóktól, úgyhogy köszönöm szépen a részvételt. A közönségnek is köszönöm szépen, hogy eljöttek, és arra biztatnék mindenkit, hogy következő előadásunkon is vegyenek részt. Március 22-én lesz a Határtalan tudás előadás sorozatunk következő része, amikor is a hálózatkutatásról beszélgetünk majd
CEU-s professzorokkal és meghívott vendégekkel. Úgyhogy további szép estét kívánunk mindenkinek. Önöknek is.